zároveň sa väčšina hlasov všetkých sudcov Ústavného súdu. Vzhľadom na uvedené plénum Ústavného súdu prejednanie návrh skupiny poslancov na vyslovenie nesúladu napadnutých ustanovení zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky z procesných dôvodov zamietlo. Egy olyan döntés született, amely jogi alibizmus, politikai megrendelés egyvelege egyben, hisz se át, se bét nem mondott az Alkotmánybíróság, azt sem mondta, hogy a beadványunk jogos-e, de azt sem mondta, hogy jogtalan. Egyszerűen nem kapott elég szavazatot az egyik alkotmánybíró indítványozása sem. Az előadójét, ugye gondolom, aki negatívan állt a beadványunkhoz, illetve Mészáros Lajosnak két indítványa is volt az üggyel kapcsolatban, hogy milyen döntés szülessen, az sem kapott elegendő szavazatot. Tehát kérdés, mire van az Alkotmánybíróság, hogyha nem tud véleményt mondani egy ilyen ügyben, nem állnak ki döntésük mellé, elbújnak a szavazás mögé. Hát benne volt a pakliban az, hogy elutasítanak, de az, hogy most eljárásjogi indokokra hivatkozva, az teljesen komolytalannak és tisztességtelennek tartom. Tehát valószínűleg itt, tehát most sajnos nem nagyon következtetek másra, de az, hogy egy évig valaki a Boszorkány konyhájába megfőzte és kitervelte azt az ötletet, hogy hogy utasítsák el a beadványt úgy, hogy valódi indoklást tesznek, valódi indoklást társítanak a döntés mögé. Sajnos ez történt, tehát ha már elutasítanak, akkor legalább lehetett volna annyira tisztességes a döntés, hogy ennek a kárvallottjait, az állampolgárokat, vagy a volt kettős állampolgárokat legalább egy tisztességes indoklással szembesítsék. Hát ez egy érthetetlen dolog. Ha egy országnak van egy alkotmánya, az szent és érthetetlen. Ennek nem szabadna megtörténni, és nem is nyugszunk vele. A szlovák hatalom nem tudott túllépni a saját árnyékán. Úgy tűnik, hogy nincs politikai felhatalmazás, ezért nem merték ezt a nyilvánvalóan alkotmányellenes törvényt megsemmisíteni. Én azt gondolom, hogy nemzetközi fórumokon a harcot tovább kell folytatni.